tegyünk a butulás érdekében? Nagyon jó a kérdés, már vártam, hiszen én tettem föl. Először is nézzünk televíziót. Nem kicsit, nagyon sokat. Olvasni senki ne olvasson. Nagyon fontos. Főleg nagy Bibliát. Az nagyon veszélyes dolog. A Biblia szeretetről szól. Ne vicceljünk már, jó? Szeretit bárki bárkit? Mondjuk szereti maga őt. Szeretnek maguk engem? Nem. Én is utálom magukat. Ez teljesen normális. Ilyen a világ. Nem a szeretetet kell böngészgetni. Olyan dolgokat kell kitűzni magunk elé célul, amit meg lehet valósítani. Például szegény akarok lenni. Ezt meg tudjuk csinálni? Simán meg tudjuk csinálni. És a halálos ágyunkon hanyat tudunk dőlni. Yeah! Megcsináltam! Nincs egy büdös vasam se! Ezt meg lehet csinálni, de semmi mást. Ha már mindenképpen olvasgatni akarnak, akkor olvassanak akciós prospektusokat. Jó? Azok színesek, nagyon kedvesek. És hiába a Bibliában a parancsolat 10, de az Oceanbe 1001 a karaj, hölgyeim és uraim! Igaz? És mindenféle karaj van. Nem csak egy, hanem 28 féle. Meg lehet tenni az összeset otthonra. Lehet, hogy az a karaj még nincsen meg. Akkor kell egy nagy frizsider is, ugye? Akkor azt is belerakom. És egyre több és többet mindent megveszünk. Világos? Mert ameddig vásárolsz és nézegeted a polcokat, úgy, ó, tegnap még ez nem volt itt, de most itt van ez, akkor valami más. Az más. Ugyanaz, csak át van csomagolva. Nem baj, akkor megveszem. Kipróbálom. Amíg ezzel foglalkozol, biztos, hogy nem fog semmire gondolni, csak arra, hogy megvettem már mindent. Nagyon jó kúra. Kövessük a trendet. Nagyon fontos. Kövessük a stylistokat. Ők azok, akik a lelki sérültekből bohócot csinálnak. És ameddig ön összevásárolja ezt az összeállítást, amit mondjuk az úron látunk, az legalább egy hónap, mire az egymáshoz egyáltalán nem illő dolgokat össze tudja passzítani. Egyébként nagyon ügyesek. Én láttam az egyiknek a munkásságát, Márknak, aki lakatos. Ő ez a szakállas nő a kalapban. A Nők lapjában jelent meg a cikk Dögös Nagyi. Ott lettem volna, amikor dolgozik a maestro. Szia, édesem! Hány éves vagy? 82! De aranyos vagy! Sajnos még azon dolgoznunk kell, hogy a stylistokon általában látszik az undor a mosoly mögött, tehát mindig látszik egy ilyen kellemetlen hatás. Ha a belső monológiát hallgatnánk, akkor valószínűleg kijönne az, hogy de undorító vagy! Figyelj már, neked miért ilyen rücskös a kezed? De végig dolgoztál egy egész életet? De hülye vagy! Na de, térjünk vissza a nagymamára. Figyelj, édesem, szerintem ez a szoknya picit hosszú. Visszavesszük, jó? Na de jó, hogy kim van a bugyellár is. Ugye, olyan kellemesebb, szellősebb érzés, jó? Most fogjuk a dagadt bokáidat, és belegyűrjük ebbe az irgalmatlan magas sarkú cipőbe. Úgy van, nem baj, ha fáj, feszüljön az a viszér, egyensúlyozzá, mama. Nagyon ügyes, jó? Most jön egy kis injekció, belenyomjuk a szádba. Új, de jó, erőteljes lett a mosolyod, mint egy néger kosarasnak. Gyönyörű szép, és most fogjuk a löttyet szarbőrödet, és hátra rántjuk szépen. Elvarjuk itt a kontyalat, és te már egész életedben mosolyogni fogsz, érted? Nyitott szemmel mész a koporsóba, mama. Kap még 10 darab műkörömet, és úgy néz ki, mint egy patás ördög, de... Hazamegy, és rátámad a saját kutyája, mert nem tudja, mi a szar jött be a kiskapu. No de, jogos lehet a kérdés, hogy vajon kell-e az, hogy az unokának az aranyos, kedves nagymamája helyett egy vén kurva vigye el az óvodába. És a válasz, hogy igen, kell neki. Mert kitől tanulna az a gyerek, ha nem az idősebbektől? Kitől? Az idősebbeknek egyébként egyre több lehetőség nyílik arra, hogy maguk mögött hagyják előző életüket. Ebben is mindent meg fogunk tenni, amit csak tudunk. Csupán pénzkérdése az élet, hölgyeim és uraim. Mindig használd a mobilot. Nagyon fontos rendszám. Nézeget, ne zavarjon, hogy olyan vagy, mint az eső ember.